ember ünnepe, karácsony éjjele, a föld minden gyermeke vár. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves csernátoniak! Valamikor 7 évvel ezelőtt, 2004. december 15-én, délután órákban a magyarországi Danubius Rádió körkérdést tett fel hallgatóinak, hogy mely fogalmak nélkül nem képzelhető el a karácsony. A szavazatok szerinti sorrend a következő volt: első a beigli, második az ajándék, harmadik a hó, negyedik a karácsonyfa, és ötödik helyen a szeretet végzett. És ennél feltevődik a kérdés, hogy vajon ennyire tudatlan lenne a mi magyar népünk? És ilyenkor, karácsonykor feltevődik az a kérdés is, hogy vajon nagyon sok ember miért csak kellemesen és nem boldogan, nem Istentől megáldottan akarja eltölteni a karácsonyt. Miért van az, hogy mi emberek leginkább csak külsőképpen, külsőségesen készülünk a karácsonyra, díszes karácsonyfával, szépen csomagolt ajándékokkal, finom ételekkel, de a szívünk éppen ugyanolyan üres marad, mint egész évben, mert elfeledkezünk a karácsony lényegéről, hogy megváltó született ma néktek. Mert bizony, ezt ünnepeljük karácsonykor. Annak a Jézusnak a születését, aki aztán a Golgotán azért halt meg, hogy nekünk ne kelljen ebben a nyomorúságos lelki üresség állapotában leírni az életünket, hanem szabaddá tegyen mindnyájunkat a szeretet gyakorlásában. Azt szoktuk énekelni karácsony éjszakáján, hogy csendes éj. Pedig az első karácsony az egyáltalán nem volt csendes. Tudjuk Szentírás leírásából, hogy Augustus császár népszámlálást rendel el, ami azt jelentette, hogy mozgásban volt egész Izrael, hiszen mindenki a szülővárosába haza kellett menni, az egész Izrael mozgásban volt, és egyáltalán nem volt csendes azokon az éjszakákon, amikor Betlehembe érkezik József és Mária. És a mi éjszakáinkból, a mi életünkből is éppen a csend hiányzik. Isten mégis talált egy csendes helyet. A pusztában, ahol pásztorok tanyáztak, másoktól elhagyatva, a világ csillogásától távol. Az ember, a mai ember, azt szoktuk mondani, és szomorú tapasztalat, hogy nem szereti, sőt egyenesen kerüli a csendet. Mert akkor meghallana valamit, amit csak a zajban tudna figyelmen kívül hagyni, azaz a lelkiismeret szavát. Az ember nem akarja hallani, nem akarja tudni, hogy nyomorult, hogy halálosan beteg, hogy bűnös, nem akarja hallani, hogy hazudott, nem akarja hallani, hogy lopott, hogy hűtlen volt, nem akarja hallani, hogy a szeretteit nem is szereti igazán, hogy mindenből és mindenkiből csak a hasznot várja, hogy csak bánatot okoz, hogy mindig önmagára gondol, hogy mosolyogva gyűlöl, hogy nem tud megbocsátani, hogy nem tud nem vétkezni. Ugye az élete tele van rendezetlen dolgokkal, fájó sebekkel és tüskékkel, amik másokat sebeznek, és ezért menekül még karácsonykor is a csillogásba, az zajba. De Isten ma is talál csendes helyet. Ma is van olyan puszta, ami távol esik a világ zajától, ahol az ember rátalálhatnak Isten evangéliumot hirdető követei, itt a templomokban. Mert Isten ma is el akarja mondani, hogy nem letagadni, nem eltussolni, nem megmagyarázni kell a nyomorúságunkat, a bűneinket, nem csillogó ajándékokra becsérelni, mert a karácsonynak éppen az az örömüzenete, hogy van megoldás az emberi élet nagy kérdésére, a bűnre és a halálra is. Ez a megoldás az a Jézus Krisztus, akinek a születésére éppen most emlékezünk. De ez a Jézus nem maradt mindig kisded, nem maradt mindig Jézuska, hanem felnőtt,
végigélte a mi emberi életünket, és a véres Golgotai kereszten odaadta önmagát, miértünk, bűneink büntetését magára vette, hogy bennünket kibékítsen az atyánkkal, egymással és önmagunkkal is. Ez is a karácsonyhoz tartozik, mert ez a karácsony beteljesedése, üdvözítő született ma nektek, hogy benne ti is újjá legyetek. És a 2012-es évet az egyházmegy, főegyházmegyénk a misszió évének szenteli. Ez a második ciklus a pasztorális tervnek, hiszen az első ciklus az az egyházmegye 1000 éves jubileumára való felkészülésképpen volt egy 5 éves ciklusban. És a 2012-es évet a misszió évének szenteli, hiszen mindannyiunknak, minden keresztény embernek küldetése van. Ezért is minden szentmisét ezzel szoktunk befejezni, hogy a szentmise véget ért, menjetek békével, ami latinul, így hangzik, és latinul van értelme, lényege, hogy ite missa est, ami magyarul azt jelenti, menjetek, küldetésetek van, missziótok van, hogy elvigyétek az örömhírt, a krisztusi örömhírt másoknak, más embereknek, más családoknak. És talán ez karácsonykor sokkal fontosabb mindannyiunk számára, hogy az, hogy megszületett a megváltó, ezt az örömhírt tudjuk elvinni azoknak az embereknek is, akik még nem, hogy nem hallottak Jézusról, hanem talán nem helyesen hallottak Jézusról, az ő családjáról, az ő megváltói művéről. Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek, minden jó akaratú embernek Istentől megáldott boldog karácsonyi ünnepeket. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A szomszéd is mosolyog, átinteget, biztos, hogy csodásan szép este lesz. Ünnepek, ünnepek, karácsony éjjele, a föld minden gyermeke vár. Távolból érkeznek üdvözletek, ünnepek, ünnepek, karácsony éjjele, a föld minden gyermeke vár. Te gondolj reánk. Ünnepek, ünnepek, karácsony éjjele, a föld minden gyermeke vár.